Pár nap ugyan van még az iskola kezdésig, de a pedagógusok megkezdték a felkészülést a tanévre. A munkaértekezlet előtt a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai zenéltek. A Városháza díszterme adott otthont az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal, valamint a Klebelsberg Központ szervezésében megrendezett konferenciának, ahol a jelenlévő intézményvezetőket Székesfehérvár alpolgármestere Mészáros Attila köszöntötte. Az idei évben sem volt olyan hónap vagy hét az elmúlt 8 hónapban, valamiféle intézményi felújítás ne történt volna Székesfehérváron, hiszen régi kérést tudtunk az idejében teljesíteni például a Teleki belső homlokzatának a felújításával, vagy éppen most két általános iskolában ismét tetőt javítunk, és hát azt gondolom, hogy az óvoda vezetők pedig nem győztek a nyáron a nyitvatartással, hogy boldogulni, hogy a sok-sok felújítást hogyan tudják koordinálni, mert még jelenleg is zajlanak. És hát természetesen itt nem állunk meg tovább, hiszen a költségvetés még számos felújítást tartalmaz, és ezt a programot fogjuk folytatni a jövő évben is. Nem beszélve arról a nagy közös programokról, amely a Modern Városok Program keretében a középiskolai kampusz kialakítását célozza, mindegy 16 milliárd forintért. Itt egyébként már az engedélyezési tervek vége fele járunk, szeptember 30-ában készülnek el ezek a tervek. Tehát azt gondolom, hogy szimbolikusan is és példamutató is az a kapcsolat, amely a városi intézményei és az önkormányzat között van. A mi részünkről ígérhetjük, hogy ez a kapcsolat a jövőben is így lesz. Az alpolgármester szólt az ország ifjúsága és diáksága nevében az elmúlt tanév fontos eseményéről, a Székesfehérváron lezajlott országos diákparlamentről, melynek szervezését megköszönte valamennyi résztvevőnek. Az együttműködés, mint mondta, folytatódik. Azóta pedig ez a folyamat nem állt fel az országos diákparlamentre, hiszen az országos diáktanács működik. Havonta üléseznek és jönnek össze a fiatalok, és a legutóbbi ülésen azt a döntést hozták, hogy szeretnének visszatérni Székesfehérvárra, hogy az ősz folyamán az országos diáktanácsnak egy kétnapos kihelyezett ülése lesz majd itt a Székesfehérváron. És hát lehet, hogy erről lesz ma szó, de a minisztérium szeretné, hogyha mennyi diákparlamentek rendszere és mozgalma az nem csak az országos diákparlamenteket megelőző módon történne, hanem lenne egy rendszeres találkozója a fiataloknak, illetve a diákmunkát segítő pedagógusoknak, és ha jól tudom, akkor az ősz folyamán lesz ismét megyei diákparlament. Ennek a szervezésében és segítésében is szeretném majd kérni a kollégákat, hogy a diákok minden nagyobb létszámban tudjanak ezeken a programokon részt venni. És azt gondolom, hogy azt is köszönet illeti önöket, illetve a nevelők testületet, hogy ebben az átalakuló időszakban is az a munka, amelyet önök végeznek, az továbbra is magas fokon és kiváló szakmai munka mellett zajlik. Azt gondolom, hogy Székesfehérvár és Fejér megye nagyon büszke lehet intézményére, azok dolgozókra, illetve az ott tanulókra, hiszen nagyon sok olyan pozitív eredmény és siker van akár a köznevelési tárgyak, vagy a közoktatás típusú tárgyak, akár a művészeti tárgyak, vagy éppen a sport terén, amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk. A munkát is szeretném megköszönni. Kívánva nagyon jó tanévet, nyugodt tanévet, fogalmazhatok így, és természetesen, ahogy eddig is Székesfehérvár önkormányzata áll az intézményeink rendelkezésére, továbbra is segítjük, ott állunk mellettük, mögöttük. Az elmúlt tanév gyakorlata a 2017-2018-as tanévben is folytatódik. Nem csak önkormányzati segítséggel újulnak meg a fehérvári intézmények, uniós pályázati és állami források hívhatóak le a különféle fejlesztésekre.
2016-os 17-es tanévben nagyon fontos volt az, hogy az az új rendszer, amit ugye átalakítottunk mi 2017. január 1-től, ez működjön. A legfontosabb cél az az volt, hogy el tudjuk azt érni, hogy mind az intézményvezetők, mind pedig az intézmények egy olyan stabil háttérrel rendelkezzenek, ami lehetővé teszi azt, hogy ténylegesen a pedagógiai munkának a minőségére, mélységére lehessen koncentrálni. Most a 17-18-as tanévben én azt gondolom, hogy egy biztos alappal indítunk, tehát egy nyugodt, kiegyensúlyozott tanév várható, és ami még fontosabb az az, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy immár elindítsunk különböző fejlesztéseket. Részben Európai Uniós támogatási forrásokból, részben pedig állami forrásokból. Ez mind épített infrastruktúrában, mind pedig informatikai infrastruktúrában jelentkezni fog, és azt gondolom, hogy megkönnyíti, szépíteszi és megnyugtató környezetet teremt majd a gyermekek számára. Csak a pályázati folyamat indul el, vagy pedig már a megvalósítás is ebben a tanévben? Nem, már a megvalósítás is elindul. A pályázati folyamatnak nem sokára vége, nem sokára döntések születnek majd a különböző pályázatokról, és innentől kezdve indulhat majd a megvalósítási folyamat. Ez egy több éves országos szintű terv, amit ugye végre kell hajtanunk, de azt gondolom, hogy ennek látható eredményei lesznek a közeljövőben. Az ország területekre lesz ilyen szempontból bontva, ugye láttunk már uniós pályázatok esetében erre példát, vagy pedig egységesen mindenki pályázhat? Ugye nagyon fontos tudni azt, hogy van az úgynevezett konvergencia régió, illetve a közép-magyarországi régió, más pályázati feltételekkel rendelkezik ugye a két terület. Elsősorban a konvergencia régió az, ahol magabiztosan Európai Uniós fejlesztési forrásokat lehet ugye beruházni, illetve megszerezni. A közép-magyarországi régiónál sokkal fontosabb az, hogy legyen központi, fenntartói, illetve állami forrás ezekhez a fejlesztésekhez, annak érdekében, hogy egységes színvonalat tudjunk produkálni. Én azt gondolom, hogy mind a két régióra és az ilyen típusú különbségekre figyelni fogunk. A kérdés egy icipicit öncélú volt, nyilván Székesfehérvár városára gondoltam. Mire számíthat a város? Szerencsére a tankerületi központ kifejezetten agilis és nagyon nagy pályázati aktivitást mutat. Én azt gondolom, hogy a jövő hét folyamán lesznek már olyan eredmények, amelyek megnyugtatóak, biztonsággal töltik el majd a gyermekeket és a szülőket, és azt fogják mutatni, hogy itt Székesfehérváron, illetve a tankerületi központban egy komoly nagyívű fejlesztés várható. Az új tanév új kihívásokat is jelent a köznevelési intézményeknek. Idén először juthatnak ingyenes tankönyvekhez a 9. évfolyamos diákok. Ezzel több mint 1 millió gyermek ingyenes tankönyvellátásban részesül, ez az iskolába járó gyerekek több mint 85%-a és több mint 12 milliárd forintot fordít erre a kormány. A fenntartók minden információval rendelkeztek a tanév indításához, tehát biztonsággal fel tudtak készülni a tanév indítására. A köznevelési intézmények számára is a tanévrendje rendelet és a szükséges információk rendelkezésre álltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tanév jól tervezhetően, biztonsággal el tud kezdődni. Természetesen minden iskolának a saját profilja szerinti erősségeket, a szakmai programokat a tanév során a megvalósításba be kell, hogy tervezze. Ezen kívüli egyéb tartalmi kérdések, amelyek minden tanévben azért fel szoktak merülni, idén újdonságot nem hoznak, hisz a jelenleg hatályos nemzeti alaptantervből, illetve kerettantervekből kell, hogy tanítsanak az iskolák, de ahogy ezt már sokszor jeleztük korábban is, az új nemzeti alaptanterv előkészítése megkezdődött, tehát azért erre nyilván a pedagógusok figyelmét fel fogjuk hívni. És még ami szintén fontos a tanév során, hogy számos olyan pályázati lehetősége van a fenntartóknak, iskoláknak, amelyek mind szakmai, mind infrastruktúrális fejlesztéseket jelenthetnek számukra. Hol bukkanhatnak ezekre a pályázatokra, hogyan kell ezeket figyelni, és mikor pályázhatóak? Hát ezek folyamatosan megjelennek. Én azt gondolom, hogy elsősorban a helyi szervezetek, például a pedagógiai oktatási központokon keresztül kellő támogatást tudnak ehhez kapni az iskolák. Új alaptantervvel mikor találkozhatunk majd? Hát ennek egy elsődleges koncepciója, ha tetszik, ilyen nulladik változatának a részletei azért már ismertek voltak. Ennek a munkája jelenleg zajlik. Én azt remélem, hogy a tanév során már azért erről részleteket is megismerhetünk. 2017. augusztusában milyen a köznevelés helyzete Magyarországon? Én azt gondolom, hogy stabil, a fenntartói szerkezet átalakult, a fenntartók tudják a dolgukat, azt jól végzik, a tartalmi szabályozás, az egyéb szabályozási feladatok rendben vannak, a pedagógusok fölkészültek a munkára, hát a diákoknak rossz hír, de elkezdődik a tanév.
Talán nekik lesz majd nehezebb dolguk a fejlesztésben, milyen irányokat határoznak meg? Hát most itt a NATO-t azért hadd emeljem ki, ami elsősorban egy tevékenységközpontú, jelenségközpontú oktatást szeretne megvalósítani, sokkal gyakorlatilasabbá tenni a köznevelést. Aztán ki kell még emelni a digitális fejlesztéseket, van egy digitális oktatási stratégia, ennek a mentén meg kell valósítani nagyon sok fejlesztést. Kiemelném a digitális gyermekvédelmi stratégiát, azt gondolom minden szülő számára fontos, hogy ne csak az úttesten, hanem a számítógép előtt is biztonságban érezhesse a gyermekét. Ezeken a területeken rengeteg fejlesztésre és szakmai tartalmi megújulásra van szükség. A szakképzés fontosságát folyamatosan hangsúlyozza a kormány. Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a fiatalok is szívesen válasszanak egy-egy szakmát? Hát itt szeretném kiemelni, az előadásomban is benne lesz a pályorientációs tevékenység, amit már az általános iskolában el kell kezdeni. Erre vonatkozóan módosítás is történt, a tanévrendje rendelet plusz egy napot biztosít az iskolák számára, hogy erre a célra használják fel, illetve ebben is lesznek Európai Uniós pályázati lehetőségek, ahol különösen a műszaki, természettudományos, matematikai, informatikai területen lesz lehetőség bekapcsolódni pályorientációs tevékenységbe. A konferencián elhangzott, a 2017-2018-as tanév jól tervezhetően elkezdődhet pénteken. A tanév nagy szakmai kihívása az új nemzeti alaptanterv megalkotása lesz.